Szinte majdnem tele van ennek a bevásárlóközpontnak a parkolója. Többen igyekeztek elpakolni értékeiket a jól látható helyekről, nehogy a bűnözők figyelmét felkeltse egy elölhagyott táska, vagy éppen egy másik boltban megvásárolt ajándék. Semmiképpen se hagyjuk a pénztárcánkat, illetve a mobiltelefonjainkat, valamint a GPS készülékeket a járműben jól látható helyen, hiszen ez szinte egy figyelemfelhívó a bűnelkövetőknek arra, hogy az autónkat vagy törjék fel, vagy pedig a nyitva hagyott autóból pakolják ki az értékeinket. A nagy sietésben többen még az autójukat is elfelejtik bezárni. Ezt használják ki a szemfüles zsebtolvajok, mondja a rendőrség szóvívője. Tolna megyében is előfordult most az elmúlt időszakban, hogy bevásárlóközpontok környékén ezek a bűnelkövetők járják a parkolókat, rányitnak az autóknak az ajtajára, és amikor azt észlelik, hogy a jármű ajtaja nyitva van, akkor onnan teljesen egyszerű módon kipakolják az értékeket, és elviszik a járművezetőknek, illetve az utasaiknak az értékeit, mobiltelefonját, pénztárcáját. Az is gyakori bűncselekmény az ünnepek közelettével, hogy a tolvajok a bevásárlókocsi tetejére helyezett táskát emelik el, miközben vásárolunk. Ezért bent a boltban is érdemes odafigyelni, tette hozzá Komlósiné Kis Anett. A rendőrség tapasztalata szerint nem csak a lopások, hanem a balesetek is gyakoribbak ilyenkor. Különösen a koccanások szaporodnak meg advent környékén, főként a boltok parkolóiban, ahol ilyenkor nagy a forgalom, sok a türelmetlen autós. Ezért a rendőrségi szóvívő azt mondta, érdemes figyelmesebben, lassabban vezetni a balesetek megelőzése érdekében.